Jó reggelt kívánunk Szép mindenkinek. Jó reggelt. Május 16-a van, amikor is a botondok és a mózesek ünneplik a névnapjukat. Isten éltesse őket. Boldog névnapot, és remek idő volt. Már reggel 17:30 körül 17 fok, napsütés. Igen. Úgyhogy ez azt jó nézem, hír. Hogy van egy kis rózsit a fogadom. Ez tök jó, hogy ezt most adásban mondtad, és nem adás előtt hát, mert, egy percet. Ne, hogy mindenki majd ezt fogja nézni, akkor majd csak inkább nem. Szólok. Inkább nézzük akkor Bangón egy Bojbéri Ildikót, az MSZP országgyűlési képviselőjét. Jó reggelt. Meg a sok hírt, mert rengeteg. Hogy most sok először van ma reggel. Először is képviselőasszony, szeretném szembesíteni a Magyar Idők állításával, mely szerint az MSZP kihátrál Botka László bojkottja mögül, mutatjuk. Kihátrálást. Igen. Lassan, de biztosan kihátrál az MSZP a Botka László által erőltetett fideszes jobboldali média elleni bojkott mögül. Értesült a Magyar Idők, Molnár Gyula a pártelnök már nyilatkozott is a Kossuth Rádiónak. Ezt most azzal magyarázzák, most kapaszkodjon meg, hogy az MSZP elnöksége arra döntésre jutott, hogy a tervezett bojkottba semmiképpen nem számít bele a közmédia, azaz az M1, a Duna TV és a Kossuth Rádió, mert a párt elsősorban vidéki szimpatizánsai ugyanis kedvelik, nézik, hallgatják ezeket az adókat. És köszönjük mi is egyébként, hogy megtiszteli az ATV-t azzal, hogy már ez egész MSZP, hogy nem lett a bolygót része. Hát azért minket nem tartanak az álsajtó részének. Most nem azért mondom, jó, hanem csak hogy... De... Elnökségi tag is vagyok, és én nem találkoztam tegnap az elnökségi ülésen a Magyar Idők újságírójával, hogy ő ott lett volna, hogy milyen határozatokat vagy döntéseket hoztunk. Az meg, hogy honnan vesz az információt a Magyar Idők, hogy a mi szavazóbázisunk és a tagságunk szereti mondjuk a közmédiát és vagy a Fideszhez tartozó médiákat. Inkább úgy fogalmaznék, hogy nem tud mást információhoz jutni, csak a közmédián keresztül, mivel hogy nincs más lehetősége, főleg vidéken, amikor egy alapcsomagot meg tud venni. De akkor most ezzel mondásba kerültek saját magukkal, mert hogyha nincs nem más lehetőség, mert azt nézik, akkor nem, ott is érdemes elmondani. Én nem gondolnám, hogy a felső, amikor múlt héten Nyakó István bejelentette a bojkotot, hogy mondjuk a Kossuth Rádió szerepelt volna a felsorolásba. Én is nyilatkoztam tegnap a Kossuth Rádióba reggel, nem szerepelt. Muszáj, hogy valami úton módon megjelenjen a magyar szocialista párt, persze a 888-nak, a Magyar Időknek, a Lokálnak, a Pesti srácoknak nem fogunk továbbra egyébként sem nyilatkozni. Egyébként erről a bojkottról kidöntött ezt Botka László oktrojálta a pártra, mert hogy a miniszterelnök jelölti programjában is szerepel. Én szeretném, hogyha nem úgy jönne le a médiából, hogy Botka László most mindenbe belefeszül, és akkor most Botka László azt mondja, hogy végre kell hajtani a magyar szocialista pártnak, vagy az elnökségnek. Én azt gondolom, hogy eljött az idő, hogy a bizonyos médiákkal szemben keményen fellépjen az ellenzék. De az elnökség megszavazta ezt a bojkottot? Persze. Tehát, hogy akkor nem egy személyben volt kalász? Nem, az elnökség jóvá hagyta. Népszava címlapján Mesterházi Attila kérdésére kiderült, hogy sokat vittek, nem pedig hoztak a kereskedőházak. 2 év alatt 18 milliárd forint közpénzt öntöttek a magyar nemzeti kereskedőházakba, illetve az azokhoz köthető cégekbe. Ennek ellenére, bár a külügy szerint sok-sok új üzletet hoznak ezek a vállalkozások, a céghálózat a pénz folyam ellenére is termeli a veszteséget. 2015-ös cégbírósági bejegyzés szerint 5,4 milliárdos mínusszal zárta az évet, viszont ami érdekes, hogy egyre több jut a kereskedőházak által szervezett adófizetői pénzből finanszírozott luxusutakra és kommunikációs tréningekre 2014 óta. És egyébként, amikor így Orbán Viktor utazgat, akkor a lap információ szerint 380 cég is volt, hogy elkísérte őt egy-egy útra. Ez így van, és felháborító az, hogy ilyen nehezen tudjuk ezeket az adatokat megszerezni, hogy írásbeli kérdéseket vagy közadatigénylést kell benyújtani, mert ugye már megváltozott a törvény, és az adófizetők pénzével így játszik a kormány, ha lehet ilyet mondani, és közben létrehozták ezeket a kereskedőházakat, látszik az adatokból, hogy a magyar adófizetők nagyon rosszul jártak, bizonyos cégek meg kaszáltak ezeken a kereskedőházakon, és ha hátam mögé nézünk, akkor ki fog derülni, hogy fideszes érdekeltségű cégek vannak mögötte. Igen, hogyha már itt a pénzt szóba hozta, úgy, hogy kinyúl le mit, vagy mennyit, akkor hadd idézzük önt, ugye, mert úgy fogalmazott, hogy a trafik és a földmutyi után jön a menzamutyi. Mit ért ez alatt?
Hát most a Menzára fordított összeg a költségvetésbe, most a legújabb számítások szerint 80 milliárd forint lesz. Leálltak egy szektort, amit még eddig nem vettek észre, hogy ez állandóan fix, vagy növekedik minden évben, és most úgy gondolták két év előkészítés után, hogy még a választások előtt ezt a szektort is úgymond elviszik, Fideszhez közeli cég szerzi meg. De ez ki? Bánki Eriknek a Hungaszt nevű cégének készítik elő, amit mi két éve látunk, hogy a Menza reformot, ahogy megvalósították, és ahogyan zajlanak a háttértárgyalások, a Sodexónak a megszerzése, magáncégnek a megszerzése. De önök láttak már olyan dokumentumot, amely alapján arra következtetésre jutottak, hogy Bánki Erikhez köthető cég fogja a Menzát országos szinten üzemeltetni? Maga a Menza rendeletnek, az újabb Menza rendeletnek a tervezete, ami is azt sugallja, hogy kimondottan ezt készítik elő, meg azért Lázár Jánosnak több éve voltak nyilatkozatai, hogy létrehoznak egy... A sugallás az mit jelent? Tessék? Már hogy azt tetszett mondani, hogy azt sugallja, hogy ezt... Hát Lázár szerepel János cég, nem szerepel a cég. Ezt készítik elő, hogy egyetlen egy cég lesz alkalmas Magyarországon arra, hogy ezt a nagy piacot megszerezze. Láttunk már ilyet Magyarországon. De honnan tudjuk, hogy erre a cégre van kiírva ez a törvényjavaslat? Mert csak ez az egy fog megfelelni azoknak a feltételeknek, amit majd törvénybe rögzíteni fog a Fidesz. És önök ezeket a feltételeket már tudják, ismerik? Le van írva a rendeletbe, igen. És ettől egyébként jobb lesz a... Nem, pontosan ez a rendelet, amit mi megszereztünk, azt tartalmazza, hogy 30 évvel ezelőtti viszonyok uralkodnak a menzákon, nem kapnak jó minőségű ételt, hiába vezették be a menzareformot, nagyon kevés adagot kapnak a gyerekek, nem jó a minősége a konyháknak, nem történtek meg azok a fejlesztések, amik meg kellett volna, hogy történjenek. Lényegében itt pénzszerzősről van szó. Nekem még általános iskolában tanul a kisebbik lányom, a Rozi lányom. Én azt láttam, hogy vannak nagyon jó változások, kétségtelenül van még mit tenni ezen a területen. Mint ahogy van mit tenni azon a területen is, hogy nagyon frappáns átkössöm a következő témákra, igen, a beszélgetést, hogy átlag pályakezdő fizetések megyénkénti bontásban ad egy nagyon-nagyon részletes tájékoztatást nekünk a Blick mai száma. Ebből egyébként többek közt az is kiderül, ami számunkra nem volt egyébként annyira meglepő, mert erről az elmúlt időszakban többször hallottunk, hogy továbbra is piacvezető az informatika. 310 000 forintos kezdőfizetésről brutto beszélünk. Így van. Utána jön a minőségmenedzsment, az nem tudom mit jelent, a bankügy... Minőségbiztosítás. Ja, jó, akkor köszönöm. És ami viszont szomorú, hogy az egészségügyi szociális ellátás tényleg az utolsó területen van. Egyébként, hogyha a megyei bontásban nézzük, akkor hát Emilita jobban hát rálátsz, mint én. Itt Somogy megyében elég gyatrán néz ki minden. Hát igen, de mondjuk a legdurvább az az, hogy 260 ezer forint bruttó Budapesten, igen, és Nógrádban 160. Nógrád, így van, meg Borsod megye szokta a listát vezetni. Hát egy Somogy megye, meg Nógrád megye is fejfej mellett van egyébként. Van a keleti régió. Hogyan a lehet Nógrád ezt az MSZP szerint feltornázni? Tehát, hogy ilyen egységes fizetések legyenek mondjuk országos szinten, ne legyen ilyen nagy differencia. Hát, egységes nem tud, mert ugyebár az elszívó erő, hogy Nyugat-Magyarországon most persze, ott hát az elszívó erő, meg Budapest környéke, vannak. Budapest és Pest megye. Hát lényegében meg kellene ezt szüntetni, mert most azt tapasztaljuk vidéken, ami már többször megjelent, hogy kiürülnek a keleti megyék. És első körbe Budapest felé veszik az irányt a fiatalok, bár már most már nem csak a fiatalok, hanem a középosztály, vagy a középkorúak is, és ha a Budapest és környékén Nyugat-Magyarország, majd külföld. Ezt látjuk mi. Budapest környékéről meg egyből külföldre mennek, hogyha itt nem lelik meg a boldogulásokat. Mindenféleképpen és évek óta mondjuk, hogy megfelelő fizetést kell adni az embereknek. Nincs más megoldás. Hát egyszerű. Nem minimálbér, nem közmunkásoknak kell beterelni az embereket. Ma Magyarországon több százezer közmunkásról beszélünk, hanem normális, megfelelő fizetést kell adni az embereknek. Még nagyon gyorsan a Magyar Nemzet címoldaláról, hogy CEU ügyben sürget az idő, és erre a hétre talán fordulat várható. Azt írja a lap, hogy másfél hónap várakozás után ezen a héten kezdi meg a tárgyalásokat hivatalosan a kormány Altus Kristóf külügyi
helyettes államtitkár személyében a CEU-val, és ugye emlékeztet, hogy az Európai Néppárt is szabott egy határidőt, és maga az egyetem van nagy kutyaszorítóban, mert hogy október 14-éig kellene, hogy megállapodás szülessen az Egyesült Államok kormányával, és hát készülnének a következő fél évre felvételikre, és nem tudnak mit mondani a leendő hallgatók. Nagyon jól látszik, hogy nem is akarnak megegyezni. Ez egy kutyakomédia, amit Orbán Viktor és kormánya játszik. Nem érdekli őket, hogy az Unió mire kötelezi. Itthon más kommunikálnak, mint amit Brüsszelbe kommunikálnak. Ami zajlott az elmúlt másfél hónapban, két hónapban, minden jel arra mutatott, hogy ők nekik eszkágában nincs megegyezni. Tehát nem fognak visszaközni. Minden jel arra utal, hogy nem. Miért kellett válni másfél hónapot? Most is csak úgy, hogy lehet, hogy a héten leülnek. Meg miért ezzel a megbízott, nem is tudom, kivel ülnek le. Én azt gondolom, hogy sokkal sürgősebb lenne. Államtitkári szinten tárgyalnak. Jöjjön le Orbán Viktor és rendezze le. Kapott egy irányvonalat Brüsszelbe, tessék már néha azt csinálni, amit mondanak. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönjük. Köszönöm szépen.